A belvárostól 20 percre található a Budakeszi Vadaspark, ahol természetes környezetükben csodálhatjuk meg a Kárpát-medencében honos erdei állatokat. A több mint 30 hektáros területen körülbelül 50 állatfajt, állatsimogatókat, kalandparkot és játszótereket is találhatunk. Ha Pest környéki kiruccanást terveztek, akkor mindenképpen látogassatok el ide. Vadaspark egyik simogatójában vagyunk, és már nagyon éhesek a szarvasok. Igen, nem is mondható annak, hogy éhesek, mert azért nem soványak, amilyen kis testük van nekik. Kapnak minden nap szálas takarmányt és különböző magvakat, de hát azért nekünk is jobban csúszik néha a chips meg a csoki, hogyha van rá lehetőség. Hogy kell őket jól etetni? Érdemes egy-egy darabonként adni. A gyerekeknek azért azt szoktuk mondani, hogy itt tenyérből. A simogatók és a kalandparkok mellett azért mindig változatos programokkal készültök, most például az erdők hetére. Az erdőket, a fákat és a lakóikat ünneplitek meg, hogyan? Lesznek különböző szakvezetések, egészségedre. És még egyszer, nem olyan témákkal készülünk, amit bármikor választhatnak az iskolás csoportok, hanem ezeken a heteken megismerhetik az erdők lakóit, az erdőkben lévő kincseket, milyen gombákkal, termésekkel találkozhatnak. Október 7-én tartjátok majd az Állatok Világnapját. Erre milyen programokkal készültetek? Lesz például madárgyűrűzés is, hiszen most van a madaraknak a vonulási ideje. Ilyenkor nagyon érdekes fajokat is lehet akár látni madárgyűrűzés során. Jaj, közben valaki nagyon-nagyon veszélyes lett. Jó, mindjárt kapjátok. Ki tudják kapjátok. Ám szolgálni magukat is. Igen, ha nem figyelek oda, akkor azonnal nyúlnak. És a vadasparknak mindig vannak új lakói is. Most kit láthatnak, akik ide érkeznek? Most egy olyan új lakóval ismerkedhetnek meg a látogatóink, akit még soha nem láthattak, még faj szinten is, hiszen egy közönséges görény, Kukucska nevű közönséges görény költözött hozzánk nemrég, nagyjából 3 hónapos lehet, még eléggé félénk, úgyhogy türelmesnek kell lenni, hogy tényleg elő kukucskáljon a kis rejtek helyéről. Egy hatalmas süni van a kezedben, akit most az álmából keltettünk föl, szegény. Bár meleg van, de ő ösztönösen készül a téli álomra. Ráadásul éjszakai állat is, tehát ő ilyenkor napközben alszik, és este pedig itt rombol a kifutóban. De ő azért is ennyire szelíd, mert nagyon pici korban neveltük őt fel. Csünök szoktak, lehet látni, hogy ő egyáltalán nem is gömbölyödik össze. Igen, és a tüskéi sincsenek kint, meg lehet simogatni? Meg, persze. Azért elég szúrós így is, de mennyire aranyos. Mert hogyha így megfogjuk, akkor így nem szúr annyira, lehet érezni, hogy azért szúr, de nem okoz sérülést a kézen. Viszont, hogyha egy hirtelen így megugrik és beleszúrja a kezünkbe, akkor okozhat kisebb sérülést. És itt a pele. De eléggé gyorsan mozog. Jaj, de édes. Ő is egy kis erdei lakó a pele, ugye? Igen. Szalad. Hova szalad? Jó. Jaj, de cuki! És őt te neveled? Kollégánk találta, éppen telefonálni jött ki ide az iroda elé, és egy esős napon, és pont itt az iroda sarkánál találta meg, ilyen pici csöpp volt, és teljesen csupasz, még apró volt teljesen. Az aranysakál etetését láthattuk az előbb. Mit eszik egy aranysakál? Az aranysakál alapvetően ragadozó állat, ragadozó fogsora van, ezért nagy részben húst esznek, például Muci is, ami idős aranysakál hölgyünk, nagyon szereti a csirkehúst, emellett szokott kapni egeret, patkányt, különböző madárféléket, ritkábban fűrjeket például, és emellett nagyon szereti a gyümölcsöket és a zöldségeket is, az egyik kedvence a szőlő, alma és a répa. De hogyha valaki kilátogat a héten ide a vadasparkba, akkor ilyen látványetetéseket is láthat, ugye? Így van, minden nap egy órakor megnézhetik, ahogy Muci megmutatja, hogy hogyan tud ülni, forogni, pacsit adni és vonyítani is.